Stúdiónk vendége Böcskei Balázs, az IDEA Intézet kutatási igazgatója. Jó reggelt kívánok. Nagyon sokszor szóba kerültek ma már az intézetek, a különböző kutatások. Reggel meglehetősen parás, heves vita is kialakult, hogy ki szerint, ki mondja azt, hogy bárkinek is nagyobb esélye lenne a két jelölt közül Orbán Viktor legyőzésére. Önök látnak erre vonatkozó konkrét számokat? És sajátos azok a politikusi hozzáállások, amelyek közvéleménykutatási adatokra támaszkodva akarnak stratégiai, politikai döntéseket eldönteni. Egyetlen közvéleménykutató nem állította azt, hogy 2021. október elejei adott felvételekből következtetéseket levonni 22. áprilisban egyáltalán lehetséges vagy kell-e. Úgyhogy szerintem inkább azok a politikusok, akár pro vagy kontra, az érdekesek ebben, akik azokat a magabiztosságból szükséges döntéseket közvéleménykutatásokra hagyatkoznak, vagy azok a politikusok, akik kizárólag közvéleménykutatásokból akarnak a saját esélyekre vonatkozólag várakozásokkal lenni. Ezt most akkor értelmezem úgy, hogy elítéli ezeket a mondatokat? Szerintem mindenki kezelje helyén a közvéleménykutatásokat. Ezek nem stratégiai kérdések eldöntésére valók, hanem információra, egy múltra vonatkozó, egy várakozás, egy vélemény. És azok az esélyek, ahogy például Márki-Zay Péter a saját esélyeit vonatkozólag nyilatkozik a közvéleménykutatásokra támaszkodva, azok a közvéleménykutatások szemléletüknek, logikájuknak, módszertanuknak nem tudnak megfelelni. Sajnálhatjuk azt mindannyian, hogy a közvéleménykutatások integritása az a politikai logikákon folyamatosan megtörik. De még egyszer, ha Márki-Zay Péter nyerne előválasztást, vagy 22-t, az nem a közvéleménykutatások miatt van. Ha veszít, akkor nem az sem a közvéleménykutatások miatt van. Nagyon kíváncsiak arra, hogy önök most mit kutatnak, tehát mi az, ami most folyamatban van, és mire kíváncsiak, és mit lehet most megismerni egyáltalán a választói akaratból? Arra keressük a választ, hogy a önbevallása szerint a Fidesz saját értékrendjének sokkal jobban megfelelő Márki-Zay Péternek mi lehet a csodája, idézőjelbe a csoda, tehát hogy kik szavazhattak Márki-Zay Péterre, hiszen egy olyan jelöltről van szó, akinek a feljövetelét látható volt a közvéleménykutatásokban, de az, hogy harmadik helyen mondjuk nem jelentős, de nem jelentéktelen lemaradásban van Karácsony Gergelyhez, és Jakab Péter így leszorul, azt nem nagyon láttuk elsőre, vagy nem vettük talán eléggé komolyan ezeket a jelzéseket. És nekünk az a legfontosabb, amit nézzük, hogy a Márki-Zay Péter szavazók azok valóban igaz az a feltételezés, hogy a Jobbik, a Momentum, illetve Karácsony protest, tehát Karácsony tiltakozó szavazók, akik az első körben Karácsony Gergelyre szavaztak volna, aztán az elmúlt napoknak akár a miniszterelnök jelölti viták kapcsán inkább mégiscsak az elsőleges preferenciává Hódmezővásárhelyre polgármesterét tették. Ezt azok körében nézzük, akik részt vettek az előválasztáson. Lehet látni, hogy honnan jönnek, tehát igaz-e az az állítás, hogy Márki-Zay Péter olyanokat is meg tud szólítani, olyanokat is be tud hozni, akik eddig nem vettek volna különben részt a szavazásban, az előválasztásban? Ezt egyelőre én az adatok hiány nem tudom megállapítani, ellenben azt a logikát, miszerint Márki-Zay Péter lenne tulajdonképpen a megszólításnak az eszköze vagy lehetősége az ellenzéki táboron túlmutatók számára. Ezt a korábbi adatok sem mutatják, és azt sem mutatják az adatok, hogy kizárólag a lehetséges a Fidesz szavazók megszólítása. Egy másik kutatás is folyik egyébként a napunkban részünkről, hogy az a Fidesz szavazótábor, aminek a megtartó ereje 95%-os, tehát magyarán 2018 és 22, ezt néztük legutoljára, két év alatt az a párt, amelynek a szavazóit 18-20-ra, a korábbi szavazóink a 95%-át megtartja, hogy beszéltünk arról a politikai műdalról, amit úgy hívunk, hogy Fideszről leszakadó, bizonytalan, kallódó jobboldali szavazó, aminek a megszólítására Márki-Zay Péter szegeződik. Ez kétségkívül mondhatnánk, hogy az ő karakterének kompatibilis, hiszen az ellenzéki együttműködés többségének pártjaival a Karácsony Gergely értékrendszerének egy teljes mértéki ellentétes jelöltet támogat, például ő maga is, illetve lépett vissza a Jöjjaváros az egész ellenzék együttműködéssel. Ugye egy alapvetően liberalizmus kritikus. Lehet tud a választó, tehát ennyire tudatos a választó, hogy azt mondja, hogy jobb közé, bal középek között kéne választani, akkor majd én eldöntöm, vagy nekem ez túl távoli? Ez egy jó kérdés egyébként, hogy valóban a bal jobb, meg a konzervatív liberalizmus tenger jelente vel, amit a választóknak a többségének egyébként ezen a tengerek mentén szokás orientálódni. De azért az is nagyon fontos, hogy itt az előválasztás most pont az ön kérdése tesztelésre került, hiszen eléggé letisztult a térkép. Egy baloldali liberális jelölt fog versenyezni egy
jobboldali, önbevallása szerint radikális politikára szükséges lévő jelölttel szemben. Úgyhogy ezek az értékek, vagy ezek a kategóriák, hogy mennyiben jelentenek valamit, az nekem nagyon kíváncsi leszek magam is, hiszen nem egyszerűen egy jobboldali politikussal szemben, egy liberális baloldali politikussal szemben, hanem az eddigi baloldali liberális együttműködés norma rendszerével finoman, de szemben álló jobboldali politikussal szemben. Úgyhogy kíváncsiak, mennyi van az értéke. Nagyon-nagyon sok kritika kihallik az ön válaszai közül ennek vonatkozásában. Leíró jelleggel vagyok. Márki-Zay Péter egyetlen egy olyan gondolatot, amit én most még mondtam, hogy erre nem tudna cáfolni. Egy legutóbbi interjú a Juhász Péterrel azt mondja, hogy a saját értékrendszer jobban megfelelne a Fidesznek, mint a Fidesz maga. Ezt nem én mondom, ezt Márki-Zay Péter mondja. Ezek a mondatok, ezek elbizonytaníthatják, vagy orientálhatják, nézzük a másik oldalról az ellenzéki szavazótábort? Ez is egy jó kérdés, hogy vajon mi lesz a fontosabb az ellenzéki szavazók számára, az, hogy egy vállaltan, megint csak a Juhász Péter interjúra hadd hivatkozzak, mások szexuális identitását instrumentalizáló politikus támogassanak, aki többek között mondjuk azt mondja, hogy ő bátor. Azt mondja, hogy ő pont azt a bátorságot hozza, amit más nem tudott idehozni erre az asztalra. Hát azt a bátorságot, hogy mások szexuális identitásáról nyilatkozzunk az ő beleegyezése, vagy ha felhatalmazása nélkül, azt a bátorságot talán inkább tiszteletlenségnek is, vagy mások méltóságába való, vagy inszunyálásnak is tekinthetjük. Szóval ez egy nagyon érdekes kérdés lesz, hogy vajon a választóknak mi lesz a fontosabb, hogy vagy a választók egy részének, vagy nagy részének, ezt sem tudjuk, hogy maradjanak azon a következetességen, amit például eddig az ellenzék együttműködés képviselt maga Karácsony Gergely is, tehát egy progresszív értékrendet, vagy ez inkább kevésbé válik fontossá, és akkor kizárólag a Fidesz lesz a célpont. De és hát 2022-ben egy ellenzéki szavazónak a Fidesz a célpont. Ez így van, ellenben nyilvánvalóan az is célpont, hogy mondjuk ne fideszes jelölt váltson egy korábbi fideszes jelölt. Lehet, hogy a választók egy részének ez is szempont, hogy mondjuk a nők helyesírását, a női identitást azt ne a rossz vagy a rossz, jó helyesírásból olvassa ki valaki, mint ezt tette Márki-Zay Péter. Érdekes mondatok, én csak megint csak idézek, kíváncsi csak a választóknak mi lesz a fontosabb a szempontból. Ön tudna, fogadna bármelyik jelöltre most? Tudnék, fogadnék, egyik, mindenketől nem a válaszom. Mind a kettő egyikre se fogadna? Szerintem a közvéleménykutatások kapcsán kezdtük a bizonytalanságot, akkor így is kezdve lezárnunk. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk ma reggel.